Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntünk mindenkit. 100. kormányinfó, de mint mindenben, mint mindig, hozzuk a formákat szerintem, kezdésben, formában és feltételezem tartalomban is nagyjából követni fogjuk az eddigi 99 kormányinfó hagyományait. Ja, kérem miniszter urat, hogy a hét történéseiről, döntéseiről tartsa meg a szokásos tájékoztatóját. Köszönöm, Zoltán. Jó napot kívánok mindenkit, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Különösképpen azokat, akik a televíziót nézve vagy a rádiót hallgatva követik a mai kormányinfót. Van debreceni érdeklődő is, aki személyesen vesz részt a kormányinfón. A egyik debreceni ifjúdiát úgy gondolta, hogy érdekli ez a műfaj és meglátogat bennünket. Nem ígérem, hogy a részvételt minden érdeklődő honfitársunk számára biztosítjuk, mert akkor ez egy országos lakossági fórumá alakulna, amit én nagyon szeretek, de sajnos ez a keret, ez az épület erre nem alkalmas, hogy mindenkit személyesen fogadjunk. Nos, ha már a Zoltán itt a 100. alkalomnak hangsúllyal különleges jelentőséget biztosított vagy adott, akkor én elsősorban az újságíró kollégáknak szeretném megköszönni a kitartást és a türelmet 2015. márciusa óta az idáig eltelt 99 és a mostani 100. alkalommal. A türelmük óriási volt. Egyébként más problémákkal nem küzdő kollégáim összeszámolták, hogy talán 200 órát töltöttünk együtt, ez igaz, ami nem kevés, majdnem több mint egy hét. És önöknek az együtt töltött idő volt nehéz, valószínűleg nekem meg a kérdések, mert elkövették azt, hogy 2015. márciusa óta 9980 kérdést tettek fel. Ebben a 444 a rekorder, aki egy alkalommal úgy döntött, hogy 52 kérdést tesz föl egy jelenlét alkalmával, Sartori kollega volt szerintem az, aki egy mini interjút is készített a kormányinfó keretében 52 kérdéssel. No, köszönöm szépen a kérdéseket a kormány nevében, köszönöm szépen az együttműködésüket a kormány nevében, és azt remélem, hogy a munkájukat a kormányinfó segítette. A miniszterelnök úrnak az volt az ötlete és a javaslata, amikor 2015 tavaszán ennek a műfajnak a megteremtéséről, illetve ennek a lehetőségnek a fölkínálásáról beszéltünk, hogy a kormány igyekezzék a munkájáról korrekt, átlátható tájékoztatást adni mindenki számára, és igyekezzék a kormány képviseletemben vagy képenben minden kérdésre válaszolni. Azt remélem, hogy a munkájukat ezzel az alkalommal valamelyest tudtuk segíteni. Azoknak, akik az elmúlt két esztendőben pedig a televízió és a rádió segítségével bekapcsolódtak a kormányinfó munkájába, szeretném megköszönni a kormány nevében a kitüntető figyelmet és érdeklődést. Azt remélem, hogy a választópolgárok is megtudtak valamit a kormány munkájáról, és most is erről szeretnék beszélni, hogy mit csináltak éppen a kormány, illetve mit csináltak a kormánykabinetek, mit végeztek minisztertársaim, és mire jutott a kormány. Legelőször is arról szeretnék szólni, hogy hétvégén miniszterelnök úr több kormányzati munkatárs kíséretében és segítségével Erdélyben tett egy körutat, amelynek az értékelése a magyar sajtóban már részletesen megtörtént. A kormányülésen is szó esett erről, sőt, tudomásom szerint a miniszterelnöknek egy interjúja is megjelenik a határon túli magyarság helyzetét illetően. Én azt gondolom, hogy ennek a egyébként a kormányzati munkában nem jellemző hosszúságú és tartalmú munkaútnak a tanúsága az, hogy érdemes együttműködni nekünk, magyaroknak elsősorban egymással. Azt hiszem, hogy az elmúlt két év sikereit azt közösen értük el, és ezért meggyőződésem szerint bizonyítható és dokumentálható az, hogy az együttműködés az célszerű és eredménye vezet. Tehát azt gondolom, hogy minden magyarnak érdemes összefognia, és érdemes együttműködni. Ez az együttműködés azonban senkit nem zár ki. Az út és az elmúlt hetek miniszterelnöki nyilatkozatai világossá tették, hogy mi nyitottak vagyunk a másokkal való együttműködésre is. Mi nem mások fölött szeretnénk győzelmet alapni, hanem másokkal együtt szeretnénk győzelemre vinni Közép-Európát. Mi úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 7-8 esztendő legnagyobb sikere a V4-es együttműködés létrehozása, amiben nem egyedüli,
és nem főszereplő, de egy fontos szereplő Magyarország. Mi azt a sikert, amit elértünk, nem a magyar kormánynak vagy Magyarország sikerének tekintjük, hanem közös sikernek tekintjük, ami szintén arról szól, hogy az együttműködésben van fantázia és van lehetőség. Tehát nem csak magyarnak magyarral, hanem közép-európainak közép-európaival is érdemes szorosan együttműködnie és együtt dolgoznia. Érdemes együtt dolgozni azért is, mert aki velünk magyarokkal együtt dolgozik és közös munkát vállal, a térség jövője érdekében, az maga is erősödik, tehát a mi tevékenységünk vagy a mi céljaink azok nem másokat kizáró célok, hogy mások rovására mennek, hanem mi azt szeretnénk, hogy Kárpátalján, Romániában és Szerbiában az ottani ukránok, szerbek és románok is tudnának csatlakozni hozzánk, és kialakulna egy együttműködés. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy nem egyedül, hanem a szomszédokkal együtt, nem mások rovására, hanem másokkal együtt szeretnénk megerősíteni Közép-Európát. Ebben a hangulatban és ebben a gondolati körben zajlott ez az út, és a következő időszakban is ezt a munkát tervezzük. Ami az erdélyi látogatás konkrét nemzetpolitikai eredményét jelenti, arról tegnap tárgyalt a kormány. Egy 21 milliárd forintos óvoda és bölcsőde fejlesztési programot fogadtunk el. Mint ismeretes, 2016-ban a Kárpát-medencében, Magyarország határain túl összesen 48 ezer magyar gyerek járt óvodába, illetve bölcsődébe. Az a kormány célja, hogy 2-3 esztendő múlva ez a szám a 60 ezeret érje el, tehát évek munkája alatt szeretnénk 12 ezer új bölcsődei és óvodai férőhelyet teremteni. Összesen 1600 intézmény érint felújítási támogatás. Az első ütemben 17 milliárdot költöttünk el, most pedig 21 milliárd forintra vállaltunk kötelezettséget. Annak érdekében, hogy minden család számára megadasson az a lehetőség, hogy a gyermekei magyar nyelvű bölcsődébe, magyar nyelvű óvodába járnak, sőt, szeretnénk, hogyha az adott területen, Erdélyben, a délvidéken, Horvátországban, a felvidéken vagy Kárpátalján, az ottani szlovákok, ukránok, románok vagy éppenséggel szerbek is megfontolnák azt a lehetőséget, hogy magyar óvodába vagy magyar bölcsődébe járatják a gyermekeiket. Magas színvonalat szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani, ezért ez a nagy összeg, ez nem csak építkezést jelent, nem csak új óvodákat és bölcsődéket jelent majd, hanem jelenti azt is, hogy szeretnénk az ottani pedagógus továbbképzésben, módszertani továbbképzésben is részt venni. Döntő mértékben történelmi egyházak által fenntartott intézményeket hozunk létre, vagy újítunk föl. Ez a természetesen nyitva a lehetőség arra, hogy ez a programhoz civil szervezetek, önkormányzatok és más szervezetek is érdemben csatlakozzanak. A tegnapi napon áttekintettük ennek a programnak a helyzetét, egy részletes beszámolót kaptunk, és úgy gondolom, hogy hosszú évek után ez volt az első olyan konkrét cél, aminek érdekében sikerült egy nagy összefogást Kárpát-medencében elérnünk, hiszen Kárpát-medence minden pontján épülnek már a bölcsődék és épülnek óvodák, illetve jó néhány több százas nagyságrendű felújítás zajlik. Tehát nem csak szavakról van szó, és nem csak az együttműködés szóbeli meghirdetéséről vagy szerződéses kinyilvánításáról, hanem arról is, hogy ezek a programok ezek megvalósulnak konkrét támogatásokban, konkrét fejlesztésekben és felújításokban. Ha már a történelmi egyházakat hoztam szóba, aminek nyilvánvaló határon túli magyarság megtartásában döntő szerepe volt az elmúlt százesztendőben, a tegnapi napot azért is hangsúlyoznám, mert a Magyar Református Egyház és a magyar kormány egy együttműködési megállapodást kötött. Az 1998-as magyar kormány református egyház közötti szerződést erősítettük meg, illetve alkottuk újjá a Magyar Református Egyház és a magyar kormány a magyar állam közötti viszony alapelveiről és az együttműködés föltételeiről írtunk alá egy szerződést. A kormány képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnökeként Bogárdi Szabó István püspök úr és Huszár Pál főgondnok úr látta el kézjegyével az 1998-ban megkötött és most újra kötött megállapodást. A megállapodás lényege az, hogy a magyar állam fontos szövetségesnek, partnernek tekinti a Magyar Református Egyházat. Úgy gondolja, hogy a Magyar Református Egyháznak feladata és felelőssége, hogy közfeladatot lásson el, hogy a társadalmi és a közéleti tevékenységünkhöz hozzájáruljon,
az lehetőség szerint maga is végezze, felelősséget vállaljon, részt vegyen a társadalmi életben, a közéletben, és ott szerepet és lehetőséget kapjon. Különösképpen fontosnak tartjuk azt, és a kormány örömmel veszi, hogy a református egyház egyre szélesebb körben vesz részt nevelési, oktatási, egészségügyi, családtámogatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális intézmények működtetésében és közfeladatok ellátásában, ami úgy gondolom, hogy mindannyian számára örvendetes, hiszen folyamatosan szaporodnak az egyházi jellegű intézmények. A kormány kifejezetten támogatja a történelmi egyházakat, hogyha a történelmi egyházak óvodákat, iskolákat alapítanak, azokat akarják föntartani, egyetemeket akarnak működtetni, vagy éppenséggel szociális feladat ellátására, szociális misszió vállalására vállalkoznak. Ez a megállapodás megerősíti, hogy a magyar államnak érdeke, hogy a Magyar Református Egyház sikerrel végezze a munkáját, ehhez kész támogatásokat biztosítani, és úgy gondolom, hogy minden hittel élő vallás gyakorló honfitársunk számára legalább olyan jogokat kell biztosítani, mint azok számára, akik felekezetsemleges állami szolgáltatásokat vesznek igénybe. Jól látszik az, hogy mi keresztény demokraták és fideszesek nem azt gondoljuk, hogy az egyháznak, a történelmi egyháznak, az egyházak képviselőinek csak a templom kapuján belül van feladata és felelőssége. A mi meggyőződésünk az, hogy a templom kapuján kívül is van feladatuk és felelősségük, sőt, az általuk képviselt értékekre ennek a magyar társadalomnak és a mai európai világnak óriási szüksége van. Ehhez szeretnénk átlátható módon transzparens körülmények között segítséget nyújtani és támogatást biztosítani. Ennek kapcsán kötöttük ezt a megállapodást. A tegnapi napon